A junior étterem protokoll termével megtartott sajtótájékoztatón jelen volt dr. Verestoly Attila szenátor és Borbóly Csaba Hargitta megyei tanács elnöke 8 udvarhelyszéki megyei tanácsos jelölt társaságában. Egyébként teljes 38 tagú listát tett le az RMDSZ a Hargitta megyei tanács választott tisztségeire. A névsort Borbóly Csaba jelenlegi tanácselnök vezeti, a 25 és 78 év között minden korosztályt képviselő jelöltek listájának második helyén, a székelyudvarhelyi Birtalan József jelenlegi megyemenedzser, harmadik helyén pedig a marosfői Bende Sándor áll. Borbóly Csaba korábban azt nyilatkozta, hogy a lista összeállításakor a három Hargitta megyei térség, Csík, Gyergyó és Udvarhely magyar lakosságának százalékos arányát vették figyelembe. A névsorban 16 fő képviseli udvarhelyszéket, mint férfiak. A szombat délelőtti beszámolón dr. Verestoly Attila szenátor, az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének elnöke kijelentette, a helyhatósági választások eldöntik, hogy milyen eszközökkel bír az erdélyi magyarság, megmutatják, hogy mekkora az ereje a magyar közösségeknek. Van mire építeni. Kár volna hagyni, hogy leromboljuk, kár volna hagyni azt, hogy ne valósítsuk meg, amit elkezdtünk. Borbóly Csaba azt mondta, a cél kétharmados többségbe kerülni a Hargitta megyei önkormányzati testületben, tehát a jelenlegi 20 helyet legalább 21 mandátumot megszerezni.